7 óra múlt 17 perccel. Drága nagykörösiek, jó reggelt! Sziasztok, és természetesen minden bumeránk hallgatónak. Ó, egy kamion. Istenem, gyönyörű dudaszó. Soha nem látunk ilyet még. Nagykörösön azért vagyunk természetesen, mert Lali itt töltötte a gyerekkorát, és most már is változott a program, mert itt mindjárt megszólítunk két vendéget, akik Lali fiatalkorához kötődnek. Előtte néhány SMS. Azt mondja, korán keltünk, de a sok szép csaj látványa kárpótol minket. Jó reggelt, Nagykörös, a faldoktor. Igen. Aztán köszönöm, hogy nekem sosem sikerül játszanom. Ez volt a 150. hívásom, egyben az utolsó, meguntam, váltok. Sziasztok, Bea. Bea, de ha visszajössz, ne szóljál, jó? Igen. Légy szíves, akkor ne jelentkezz, és Bea, gondolj benne, hogy hány ember tettél boldogá azzal, hogy nem te játszottál, hanem ő. 150-et. És 150 ember, boldog ember miattad. Brutál baleset a Megyeri csárdánál, üzeni Gogol. Azt mondja, ma vajon milyen csajt hoz kínos helyzetbe a bocsi, már alig várom. Na, hát egy nagy tapsot kérünk, csak Lajos, te mutass be a vendégeket, hogy név szerint hogy először is itt van úszótársam, Apró Ilka. Valamikor úgy hívtak. Hát, mondom, most ennél vezet, nem tudom, most ki vagy most. Nagyon szép, mondjam akkor. Persze, mondom, most ennél nagyon szép élményeim. Nem, először voltak. Azt mondta, hogy most hogy hívnak. Kovács Lászlóné. Hát, ő szebb volt az Ilka. Apró Ilona. Apró most is Ilona vagyok. Igen. És itt van Susán Pali, aki 40 évig ugye a strandon élet-halál ura volt, igaz? Szia, Pali! Üdvözlök mindenkit! Ha valaki emlékszik, még rá lehet hozzáfogni a fekvő támaszhoz. Nagyon kemény volt. Úszó mester. Tehát gondoljatok bele, a nagykörösi David Hasselhoff. Kifejezetten. Ja. Hatalít is rá. Csak az a baj, hogy a nagymelű csajokra nem emlékszem a nagykörösről. Nem. Arra nem. A Sibosán. Nem. Na, most várjál, hogyha te voltál az úszómester, akkor te nyilván idősebb voltál a Lalinál, nem? Persze, igen. Ma meg viszont összehoztátok akkor, nagyjából egy szinten vagytok. Nagyjából. Igen. Csak én. És te tényleg elviszel a Lajosra, vagy csak azért, mert később aztán valamikor megjelent az újságokban, vagy a rádióban, és akkor nagykörös, és összejött, vagy esetleg ma hazudott csak azt, hogy ismerted. Köszönöm. Pali, mondja. Oda-vissza, ne jó készség. Na, és mind a ketten azt mondtátok, az előbb ott figyeltem, ahol ugye beszélgettünk, igen, hogy az Ilka egy eszmetlen jó csaj volt, aki mindenbe benne volt. Ugye? Benne, valljuk be az őszintét, az Ilka az nálam elég fiatalabb vagy sokkal. Hát, pár éve, de abban az időszakban, hát egy ilyen, hogy mondjam, abból a szempontból, ahogy én hajtottam a csarokra, ő nem jött szóra. De mindig együtt voltunk, együtt fociztunk, fejeltünk, mindig. De ő olyan fiús csaj volt, hogy az nem igaz. Tehát... De a Lajos hajtott a csajokra? No, nagyon. Komolyan mondod? Nagyon. Mesélj. És nagyon szép élményei lehettek, mert állandóan ragadtak rájuk a csajok. Nem. Főleg mikor úsztunk. Van egy nagyon szép élményem ővel a kapcsolattal, mert mivel ő pesti, és mindig beszállt úszásra. Pest megy a legjobb úszói volt. Én a Vasasban úsztam Pesten egyébként, ott edzettem, le is voltam igazolva. Akkor azért voltál olyan jó? Na mondjad, Ilka, mi az élmény? Hát az az élményünk, kérlek szépen, amikor helyettesített valakit, mert nem volt ott, akkor mindig a Lalikát tötték be. Mikor sose felejtem el, a Lucifer tanár úr volt az edzőnk, és fölállította a startra, mikor hiányzott valaki, és... Tehát Lajos nagyjából az, mint amit én a Bayern Münchennél vagyok. Én egy Jolly Joker voltam. Más helyett úszott, aha, és mikor drukkoltunk neki, hogy hajrá Lali, a stopper órás a végén megkérdezte, hogy miért Lalit mondtok? Azt mondja, hát ez nem Lali. Hanem kis. És bizony sokszor le is buktunk. Hamisan úszott nálunk. Hamisan úszott? Álnéven úsztam, igen, bérúszó volt. Ez nagyon mint a Schmidt botrány. Tényleg, az bérúszó volt. Azt a mindenit. Azt mondta, a legnagyobb díj, amit kapott úszásból, egy hamutartó volt. Hát mi? Az is nagyon szép. Az is valami. Nem is dohányzik. Soha büdös életben nem dohányzott. Hát mi meg csak egy kis vázát, ezt, azt, amazt. Ja, ja. De az biztos, hogy Pest megye legjobb úszói voltunk. Ilka drága, beszéljünk a Lajosról, mint pasiról. Neked úgy megforgott a fejedben, mint fiatal kis csaj, hogy azért jól mutatnék a Lajos mellett itt végigmenni a Ceglédi hát, úton. Hát megmondom őszintén, nem, mert inkább a sport kötött le. De mikor kezdtél le pasizni? Egyszerre nem volt nyitott a szépségekre. Hát, de jó képű volt, én nem az, de fiatalabb voltam nála. Igen, hát, hogyha tényleg olyan idős lettem volna, lehet, hogy ráhajtottam volna. Hát figyelj, most el tudod képzelni azt, hogy ti ma együtt éltek?
Simán. Simán. Hát tudod, milyen van neki? Van egy saját medencéje, és gyerekeket oktat. 20 medencén van otthon, és gyereket oktat. Úszás oktatással foglalkozunk. Tehát, Lajos. Eltartana, hát érted? Meg egy harmadik emeleten laksz, és hát azért ez egy nagyobb pálya lett volna az Ilkával. Kihagytam az Ilkát. Tudod, kit hagytam még ki? A Hanusz Klárit is kihagytam. És Klári itt van? Nincs, hát az Pesten van. Mi az Pesten van? Pesten van a Klári. Bali. És Ilka, milyen csaj? Le tudod írni egy emlékeidből? Elő tudod szedni, hogy milyen csaj volt? Mondjak, sport. Csak? Kajakos. Csinos volt, nem vicc. Ja, a teste milyen volt? Kajakor, le a kalappal. Milyen volt a teste? Sportos. De az jó értelemben, vagy rossz értelemben? Jó értelemben. Jó értelemben. Te is hajtottál az Ilkára? Nem, inkább beletaposott a homokba, amikor feljöttünk. El tudod képzelni, leizzadt testekkel ott ugrálunk a homokban, ragad ránk a homok, vergődünk, és aztán utána persze Pali hiába fütyül meg kiabál, ugye nem zuhanyozunk, hanem vetjük bele magunkat. Bizony, amikor emelték, vagy engedtük le a vizet, rengeteg homokot szöttünk ki. Meg szöttük a pénzt, szegények voltunk. Na, de azt a Pali rakta zsebre, nem? De. Ne, mindenki, amit talált. Gyermekkori vágyámom az volt, képzeld el, hogy egy plázs volt a medence alatt, tehát ilyen majdnem 5-10 centi vastag homokréteg, és amikor eresztették le a vizet, és mi ilyen slaggal mostuk lefele, és ott a belejtett pénzeket, meg ékszereket szedtük össze. Az ékszert le kellett adni, ha nem jelentkezett a gazda, csak igen, egy idő után lett. Igen, de volt, hogy nagyon jó pénzeket szedtek össze. Tényleg nagyon is. Hát ebből van a medencés ház. Mikor bejöttek a 10-20 forintosok, akkor rengeteg. Ilka. Hát én most annyira bírtam volna, ti jártok a Lajossal. Na mindegy. Hát ez történt. Most kihagytad. Hát ez most. De egyébként meg kell mondjam, hogy azért nem pulzált túl a libidó a sportolók között, mert elég keményen le voltunk terülve. Leoltatok szedálval, izével, vegyszerekkel. Nem. A bró most. Képzeld, de most mondja az Ilka, nem is emlékeztem, ugye? Bizony. De arra én nem is emlékeztem, hogy mi kaptunk pénzt is. Hogy ne kaptunk kiszállást? 31 forintot, sose felejtöm el. Hát édes! Nagyon jó pénz volt, 31 forint. Az volt a napi díj, persze. Hát Szeglédön, mikor voltunk úszóversenyön, megkaptuk a napi díjunkat, ugye bementünk ebédelni, meg mintől, hát ez egy nagy sztori volt, hát ugye az Ilka maradt utoljára. Mert ők elmentek, elszállingoztak a kaja után. Fizetés hogy majd nélkül. Én fizeték. Érted? Azt a mindenit. Hát aztán az Ilka is gondolkozott egy kicsikét, fogta magát, azt az is elmünt. Hát a más helyet úszott, majd nem fog más helyet fizetni. Is. Nem, azóta nem. Is tartozunk. Össze tudod számolni, hogy a Lajos mennyivel tartozik neked? Na mondd. Jó barátsággal. Figyú, Ilka, amikor a Lajos híres lett, mikor szereztél arról tudomást először? Hát én figyeltem a... De amikor énekelt, vagy amikor rádiózott? Inkább mikor énekelt. Tehát akkor figyeltél fel, hát ezt ismerem ezt a gyereket. Igen, hát hogy akkor volt az izé, hogy ez a Lalika. És ti mikor találkoztatok utoljára? Ja, várjál, nagyon régen. Nagyon régen? Hát egy vagy 30, 40. Hát van az 50 is. 50 év, vagy nem vagyunk ketten együtt, ne csinálj. Ne hülyéskedjél már, hát már lassan 70 felé járok. Ne hülyéskedj, megelőztél? Hogy csináltad? Fiatalabb vagy, mint a Lajos? Szóval én nekem nagyon szép élményeim voltak vele szemben. Hát nem hittem volna el egyébként. Aki mit tud utálni, aztán egyszerűen nem akartam nagy képüsködni itt nagy közösen, hogy érted végigjárni, hogy jaj, megnyertem a Kimit tud. Ízésen. Szóval vissza se jöttél, aki mit tud utálni, legalább egy ilyen hét. Annak a standnak hangulata volt. Bizony, nagyon gyönyörű strandunk voltám akkor. Igaz? Hát a mai napig csak erről mesél a Lajos, az nagykörösi strandról. Nagykörösi. Hát Pest megye legszebb strandja volt. Bizony. És dugig voltunk mindig. Kérlek szépen Kecskemét, Szegléd, Tiszakécske, be volt zárva fertőzés miatt. Itt soha. Nem volt bezárva. Itt soha. Tudod, mire dolgoztunk? Rézgálic, meg klórmész. Csöngettek? Ez ennyi. Ennyi van. Hát azért fakult ki a Lajos gatyája. Sok részgálisztól. És ugye ahogy öregedtünk, úgy szoktunk át a Brüggölőbe. A Brüggölő az egy gyógyvíz volt, oda csak idősebbek ülhettek be. Ott dőlt el a városnak a jövője állandóan. Ültek bent a Garaiék, Kleinék, aztán minden elintézték, hogy mennyi lesz az órában a lőhódajdi kerülgéltek. Te Ilka, te is jártál ezen a padon? Mert Lajos azt mondja, hogy ezen a padon minden nagykörösi fiatal járt így. Na, ott bent ismerkedni. Bent. Ja, hát bent. Hogyne jártunk volna. Igen? Hó. Volt a csokolózás, hó, nem? Hát hogyne, nem szégyen az most már bevallani. De akkor nagyobb okor volt. Miért akar bennünket? De gyerekek, az ember ilyen, elnézést, de ilyen hallott korban azért végig gondolja azt, hogy de kár, hogy én ezt kihagytam, vagy de kár, hogy én őt kihagytam, nem, Lajos? De. Hogy,
De. Igen, Ilka, neked is megfordult a fejedbe, hogy fú, de kár, hogy kihagytam egy-két jó srácot. Hát volt. Mi? Volt. Most már nincs. Ki úszott velünk? Mondj egy pár nevet még. Te, Palit, ne emlékszel? Pap Zoli volt. Ne, a Pap Zoliról hagyd mondjak annyit. A Pap Zoli az ugyanolyan termetű volt, mint én, és egyforma jól úsztunk. És Abonyban volt egy bajnokság. Bizony. Ahol 200... Kenterbe vártátok őket, az biztos. Igen. 200 méteres mellen egy fél testhozt, vagyis 25 métert vertünk a mezőnyre. Bocskor már unatkozik. 25 méter mentünk a mezőnybe, és beértünk a célba, megálltunk, és hármat számoltunk, és egyszer ütöttük be. Úgy lettünk kizárva a versenyből. Igen, ezért zártak már. Mert nevetségesítettük a versenyt, és újra kellett úszni. Az ellenfél megalázása. Így kezdtél el énekelni. Aztán, figyelj, Lajos, én hozattam ide egy üveglapot. Igen. És én azt gondolom, hogy ti, Ilka és te, Lalikám, összeilletek, és összetartoztok akkor is, ha 50 éve nem láttátok egymást. Nem kívánom azt, hogy rézgálic és klór ide vagy oda fertőzés legyen, De egy üveglapon keresztül, hogyha azt a hogy régi... Csókoljam szájon üveglapon régi, keresztül az Ilkát. Régi elmaradt csókot 50 év után itt bepótolnátok, akkor ennek nagyon örülnénk. Ilka? Tehát... Na? Üveglapon keresztül, ne hülyeskedj! Ezt nyomjuk élőben, ne hülyeskedj! Egyed már a hülyeséget! Üveglap nem kell, vagy ne, mi? Ne, hogyan már, csinál, ne, hát, na, figyelj! Édesek! Ilyen édesek! Egy igazi szájra csók! Hát, 50 év után! Valinak senki meg nem mondja. Nem. Hogyan már vissza? Nem bízhatsz, nem mondom. Benned bízok. Erzsi, figyelj ide, érted? Vesztek zárva. Te drágák én kis hülye meg azon gondolkodtam, hogy én rántom ki az üveglapot, izé. Rafinált, azt nem is kell. És az Ilka volt a bátrabb. Ez, ő kezdeményezett. Így van. Hát ő mindig vagány volt. Lajos, te jól visszafogott vagy már, nem igen. Is értem. Igen, én hát ezt mondom, az egész életemben egy csomó csajt kihagytam, mert visszafogott. Legyen ilyen a többi is, jó? Hülye vagy. Így van. Itt vannak a természet gyermekei, akik persze. Teljesen normálisan viselkednek, és te a fővárosi arroganciáddal. Túl vagyok nevelve, igen, túl vagyok tenyésztve. Maradjunk van, így van. Igen. Drágáim. De a lelked az nagyon jó volt még akkor is. Édes vagy. Aztán egyszer még, csak. Hát most úgy izével beszélünk csak, hogy sok minden, ne sok mindenre emlékszek. Nagyon szép ne volt. Felejtsd el. Szép volt. Szép volt minden. Köszönjük szépen. Mi köszönjük, Ilka? Ez egy pici ajándékcsomag, ez fogad szeretettel, nem kell, hogy fölálljál. Pali, neked is adok természetesen, ezek ilyen kis bumerángos ajándékocskák. Szimbolikusak, így van. És nagyon szépen köszönjük, és egy nagy tapsot kérünk Ilkának és Palinak, akik Lajos gyermekkorát elhozták ide nekünk. Az Ilka elégedetlen, és azon adjunk neki képet, amit most írtál alá. Hogyne, ezt rögtön. De... Képzeljétek el, hogy indul a Shell Fuel Save játék. Azt mondják a lányok, hogy nagyon sokan jelentkeztek, de hát ugye két párt tudunk csak odaengedni a ladákhoz, és a szerszám, illetve a barkács vagy konyhagépekhez, hogy ezt a igen kíméletes üzemanyagfogyasztós autós játékot eljátsszuk velük, jó? Egy pár perc múlva a Shell-lel fogytán az oktán. Bumerang. Ami miatt naponta 1000 rádiót koboznak el a tanárok. Magyarország eredeti